Teljes kijárási tilalom lép érvénybe holnaptól, jelentette be Klaus Johannis államelnök. Csak is indokolt esetben hagyhatjuk el otthonainkat, ugyanakkor a 65 év felettiek egyáltalán nem léphetnek utcára. Az intézkedés végrehajtását az utcán járőröző katonaság fogja ellenőrizni. Miután több miniszterrel és Ludovik Orbán miniszterelnökkel is konzultált, Klaus Johannis államfő ma délben bejelentette, az egész ország területén korlátozások lépnek életbe ma éjféltől. Holnaptól csak is indokolt esetben lehet utcára lépni. Am convenit că este nevoie de măsuri suplimentare pentru a fi în situația să îngrădim să. Megállapodtunk abban, hogy további szigorításokra van szükség, hogy a jelenlegi helyzetet kezelni tudjuk és csökkentsük a fertőzés terjedését. Ezért újabb korlátozások lépnek életbe. Ami eddig ajánlás volt, az mostantól kötelező, vagyis maradjanak otthon. O recomandare devine obligație după principiul stăm acasă. Az államfő hangsúlyozta, csak munkába és a feltétlenül szükséges bevásárlás elvégzése miatt szabad elhagynunk otthonainkat. Fontos változtatás, hogy az otthoni karanténban levőket elektronikus felügyelettel ellenőrzik majd. A 65 év fölötti személyek egyáltalán nem hagyhatják el otthonaikat. A korlátozások végrehajtását a hadsereg fogja ellenőrizni, amely segíti a rendőrség és a csendőrség munkáját. Az intézkedés részleteit katonai rendelet szabályozza majd, amelyet várhatóan ma estig hoznak nyilvánosságra.